Nos, hogy a tisztításoknál maradjunk, most megnézzük, hogy mi van akkor, hogyha nem feltétlenül lumiszpával fogjuk tisztítani a bőrünket. Az én nagy kedvencem, akit most tesztelünk, ez az AgeLock Gentle Cleanse and Tone, ami tisztító és tonik egyben. Egy habállagú forma, imádom. Reggel, amikor rohanok és nincs időm lumira, akkor ezt szoktam használni. Mutatom. Egy puffantás, december óta megvan, már egyébként megvettem a következőt is belőle, hogy tutira, ha kifogy, akkor legyen. És most azt csináljuk, hogy így csak a felét fogom bekenni az arcomnak, és a másik felét pedig lumival fogom megcsinálni. És megnézzük, hogy ugye a lumival a napközbeni koszokat összegyűjtő bőröm, ről mennyit fog leszedni koszban, azt megnézzük, és utána, amikor ezt lemostuk, akkor megnézzük, hogy ez is mennyit szed le. Tehát, hogy tud-e utána a lumi összegyűjteni még koszt bőrömön. Jó, tehát egyik oldalon most ezen a nekem bal oldal, nektek jobb oldal, ezen az oldalon nekem most az AgeLock van. Ez is AgeLock. Na mindegy, szóval a Elements-nek az egyik tagja. A másik oldalon pedig az én kis tisztítom, ami a lumihoz van, szintén naponta szokta használni az ember. Egy borsónyit raktam a kezembe, jó gyorsasággal nem mutattam meg, de a lényeg az, hogy abból is csak egy ilyen kis keveset. Szétkentem az arcomon, majd most jön az átszerelése a lumimnak, mert még reggelről a szemkörnyékápoló van rajta. Úgyhogy most felrakjuk a szépen kitisztított fejet. Mutatom, hogy mennyire tiszta, de szerintem még gyorsan csinálok róla fotót is. Látjátok, nincs közte kosz. Úgyhogy most egy picit lepauzézom, hogy lefotózhassam a tiszta tetejét. Tehát arcom a régi. Most azt következik, hogy benedvesítettem a lumit, és elkezdek, egy percet fogok csinálni, mert ugye egy fél arcot csinálunk most. És szépen, szia Lelle, mehetsz! És szépen itt megcsináljuk ezt a kis fél perceset. Amit látjátok, új lumisoknak mondom, nem mozgatom túl gyorsan, mert úgyis ellentétes irányban forognak a szilikon fejek. És ezzel az ellentétes mozgással tudják, illetve egy finom masszírozó mozgással kiszedni a legmélyebb pórusokból is a koszt. Mindeközben ugye a bőrünkben vannak sejtek, kollagén és elasztén sejtek, meg még egy raklap másfajta, és ezeket szépen mozgásos serkentik, amit más ilyen arctisztító készülék általában nem csinál, csak rezgeti a bőrfelszínt. Itt a mérítőket is átmozgatja, és ettől lesz simább a bőr. Most vagyunk kész. Igen, tehát ez így a mai napnak a margójára. Most ezt megint lefotózom, mert annyira nem látjátok, úgyhogy megint pauzézunk egyet. Most megtörtént mindkét oldal tisztítása. Egyik egy sima habbal, a másik magával a lumival. És le is mosom őket. Egyik oldalról is, és másik oldalról is. És mindjárt megnézzük a habnak a tisztító erejét, hogy találunk-e még koszt benne. Azért most a muliminek is elmosom a fejét, figyeljétek. Fogom, leszedem, lemosom. Egyébként vízállóan készülék, tehát hogyha a zuhanyalat akarsz lumiszpázni, akkor úgyhogy a zuhanyalat. Nem lesz semmi bajod tőle. Na, készen van. Lemosom még egyszer a szivacsot. Áttörlöm még egyszer utoljára, mind a két terfelet, hogy nehogy szóérje a ház elejét. És megnézzük, hogy a másik oldalról is leszedi-e. Szede még lekoszt. Úgyhogy most ezt is még egy percig itt szépen megregulázzuk.
Most nem raktam rá tisztítót pluszban, mert ugye itt volt a hab. Én most igazából tényleg arra vagyok kíváncsi, hogy koszt hagyott-e rajta. Amit nem tudott közben csinálni, ugye a másik, hogy nem masszírozta meg a bőrünket. Ezzel nem serkentette. Igazából a hatóanyag anyaggal viszont igen serkentette a kollagén és elasztin termelődést, viszont ez a masszírozás ez kimaradt. Úgyhogy mindjárt vége van az 1 percnek. Nem sietek. Ha elkezdenék sietni, akkor fogja, és így bedurcáskodik, figyú. Azt mondja, hagyjál már, ne csináld ilyen gyorsan, mert hogy ő csinálja a maga kis ellentétes körforgását. Ugye ezt is megmutatom egyébként, hogy ez hogy működik. És aki most vett Lumispát, tehát fél percenként bejelez, hogy ő bizony készen van. Na, örömmel jelentem, hogy aki esetleg még nem rendelkezik Lumival, viszont egy jó lemosót szeretne, annak is van remény. Ja, így néz ki, hogyha ellentétesen mozog, ő üldögös, mi? És ezzel rezgeti a bőrt. Egyébként nem tudom, azt hiszem, hogy 500 próbáljuk volt, mire kikísérletezték ezt a kis cukimuki technológiát. Na, lefotózom, hogy lássuk a tisztálásunk, konkrétan tisztálásunk. Szóval még egyszer, mi az ő neve? AgeLock Gentle Cleanse and Tone. Mindenkinek nagy szeretettel ajánlom, aki még nem lumizik. Mennyibe kerül? Ugyanannyiba, mint egy tonik és egy lemosó külön-külön. Úgyhogy december óta ezt használom, és még mindig van benne. Szeretettel!